Szevasztok srácok, én PC Gamers vagyok, és ezúttal ismét egy Game Boy Advance-os játékkal jelentkezem, aminek a címén láthatjátok, Jazz Jack Rabbit. Így van, ennek a Game Boy-os változatával fogok most gamelni egy kicsit, kipróbálva, és megállapítva még saját szemmel is, hogy ennek így milyen kimenetele van, milyen fejleményeket hoz ez a verziója a játéknak, ugyanis én mind a két részből a PC-s változatot próbáltam ki, és azok abszolút tetszettek. A kettőt azt majdnem végig is vittem, csak a végén kellett ugye nekem egy géptelepítés, és a mentést azt egy az egybe elfelejtettem kipakolni, úgyhogy most úgymond elvesztettem. Na de akkor nézzük, hogy ez a verzió mit tud. Kezdjünk egy új mappát. És azt hiszem, hogy ne legyen túl sok küzdelem, B-bű üzemmódban fogok belevágni. Úgy ez ki, annak az elején is van egy kis dumány, de ezt én most kihagynám. Mivel csak a játékmenet érdekel most. Egyébként minden egyes résznek van valami sztori alapja, de ez különösebben engem például nem nagyon zavar. És közben, amíg elkezdődik a pálya, lehajtom egy kicsit a fülhallgatómat, mert abszolút nem szeretem, hogy így ülök, így kicsit zavaró, és nem szeretnék nagyon ráturvozni a dumára, annyira hangosan beszélni, ugyebár. Gyerünk, 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 gyerünk. Alszik. Én pedig megszereztem az első fegyvernek. Akkor elkezdtem rövöldözni a békákra. Nem emlékszem, hogy az alapverzióban lettek volna ilyen ellenfelek, mint ezek. Akkor itt most vannak. És gyerekek, ez így egy nagyon jó megoldás, amit megcsináltak ide, hogy megáll, és céloz az helyett, hogy tud és közben ferdén tartja a fegyvert, szóval ez így tökéletes. Lássuk, hogy a következő az a fél. De még van, lehet, hogy ez a gameplay egy kicsit hosszabb lesz a szokásosnál, ugyanis most úgy néz ki, hogy szeretném kipróbálni ennek a játéknak az elején minden aspektusát, és közben megmutatni valamit felőle nektek is. Fog tudunk lefogni. De persze fogunk kapni is. Mert ezt miért ne? Mit akarsz, hát? Remélem azért van valami életerő töltő is a játékban. Mert akkor játszok és elkezd ütni. Ez a répa. Jelentheti a jó utat. Ha jól értelmezem, hogy bele? Így van. Aha, szóval itt kell menteni, akkor mentek is egyet, mielőtt folytatnám. Grafikailag egyébként így Game Boy-on ahhoz képest, amilyen játékokat szoktak összehozni grafikailag, nekem nem olyan nagy durranás ez a Jazz Jack Rabbit verzió, de ha a játékmenet hozza, amit kell, akkor nem lesz vele túl sok baj. És haverod esetleg? Így van, van. Ha
tudnék lefele is lőni, de ebbe még igazából bele kell gyakorolnom magam, ugyanis lefele nem sokat látok. Viszont le tudok bukni, és akkor ő nem talál el. Úgy néz ki, innentől elszaporodnak ezek a fajta ellenfelek. Úgy néz ki, most gépfegyvert szereztem, szóval egyel jobb lesz. De ez sajnos mindenki tud hagyni. Azért nem kéne meghalni, lássuk csak. Plusz egy élet, és már valami. Itt voltam az előbb, oké, akkor erre felmegyek, és körülnézek, hogy... Aha, megvan az előtt. Szerintem ne legyen túl egyszerű, ide raktak egy ilyen kedves ellenfelet. Messze. Ajjaj. Semmi baj, átlövünk meg összesen. Csak ők gondolják úgy, hogy meg lehet állítani minket. Viszont aggódnak, kicsit fegyverek vannak. Hogy lehet fegyvert változtatni? Aha, így. Oké. Kicsivel gyengébb fegyver, de viszont ebben már csak lőszerem, úgyhogy más megoldás nincs. Kivéve ugye, ha asztallan oda lemennem, mint ahogy ezt az ábra mutattam. Oké. Jaj, de közel vagy, komám. Ami baj, innen lelőle, már haladhatok is tovább. Persze közben haver jön hátulról. De átok fajzat. Vagytok még? Oké, egy medikét, és ezzel legalább egyetlen egy életet is elvesztek. Kijutunk a pályáról, mert úgy néz ki, a túlsó oldalon elnyitotta meg nekünk a kaput. Nem rossz ez a kis játék, gyerekek, ahhoz képest, hogy ilyen grafikát hoztak össze neki, mint mondtam. Láttam már szebbet is Game Boy Advance-on. De ez semmit nem változtat azon, hogy a játékmenet jó. Az vacsora lesz neked mindjárt. Legalább itt van egy mentés az előző résznek, vissza tudom költeni valamennyire. Au, 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 au! De macsa! Na, ez így nem lesz nyerő. Te! Lehet, hogy valami más lenne a megoldás. Nem tudom, hogy mennyire találom el. Na, elsírta magát. Ez közel volt igazából, de megúsztam. Így gondolom.
be, aminek be kéne, akkor egy valami van, amit nagyon hiányolok, hogy ugye itt nincsenek meg a választható karakterek, mint a második részben a PC-s verzióból. Egyet. Azt hiszem ez most azt fogja jelenteni, hogy jön egy új karakter velem. Space Doc. Olvasok végig titeket. Lássuk csak, mi következik ezúttal. Hoppá! Kicsit keményebb fickó. Gépfegyverrel, csak hogy jobb legyen. Meg némi bombával, és tudnak lefele is lőni. Elkenődtem. Na, gyere. Gyerünk egy kült. Akkor nem jön meg. Au! Nagy esős lett volna. Remélem ez azt jelenti, amire gondolok. Meghúzom ezt a falat. Túloldalt lenyílik egy kapu, se rossz. Aztába lőttem igazából, hogy kipróbáljam a fegyvertudását, de ezek tudok célozni. Na, ezzel most én ezt meglőttem, beindítottam egy platformot, wow. Jaj! Veszem neked még egy kulcs, akkor ezeket gyorsan begyűjtöm, és visszamegyek oda. Nem rossz, tényleg. Mondtam már igazából, hogy tetszik, de nem rossz a játék, nem. Igazából azt húzza fel egy kicsit a játékot, hogy ilyen ügyesen ki van dolgozva a játékmenet. Igaz, egyszerű, de hozza a kellő öröketet a játéknak, mert még egy kulcs fog kelleni. És túlugrom. Ugye ez ne szórakozz velem. Hopp, megvan. Ó, értem. Szóval oda tudok kell egyet lőni. Ebben fog nekem segíteni a platform, amit az előbb. Hát, hogy ez nem nyitott ki semmit, az volt biztos.
hogy itt fogok elakadni, mint te. Segíthetnél valamit. Nem tudnád, hogy hogyan tovább. Ezzel egy halálozást is el tudhattam magamnak könyvelni. De van egy két életem. Egy kinyírt ilyen barna. Az az idegesítő, hogy még én is eltalálok, hogy nem kéne, hogy eltaláljam. Ez az. Na és akkor itt most egy kicsit átgondolom a helyzetet. Ennyi, igazából. A szellőfelek úgy néz ki, azért valamennyire kiismerhetőek. Egy gyűjtök pénzt, csak hogy jól érezzük fenn magad. És szerintem én meglepett egy aranyos kis lövedékkel. És ebből most akkor kevesebb van. Na srácok, én ide most gyorsan beugrom. És ezzel a képernyővel igazából zárnám is ezt a gameplayt. Még egyszer elmondanám, hogy nekem tetszik ez a kis játék. Grafikailag még egyszer elmondom, hogy nem egy nagy durranás ahhoz képest, amiket láttam korábban, meg illetve eddig életem során így Game Boy Advance-ra kiadva. Szóval úgy nem egy nagy durranás, de a játékmenet azért ott van a szeren, így játszható a játék. És mindenkinek igazából ajánlom, hogy tegyen vele egy próbát. Próbáljátok ki nyugodtan, aztán majd kommentben írjátok meg a véleményeteket, hogy szerintetek milyen. Na, viszont én itt zárnám. Szóval, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hamarosan érkezem majd egy következő Game Boy Advance-os játékkal, vagy Don't Starve epizóddal, még nem tudom. Addig pedig köszöntöm a figyelmet, sziasztok!